belső tereink kezelésével rendre foglalkozni kell. Tehát legyen az bármilyen típusú belső tér, ajtóval, ablakkal vagy bútorzattal, mindig foglalkozni kell vele, és nem szabad úgy hagyni, hogy a belekerült információk ott tartósan ott maradjanak, főleg ezek a belekerült információk nem túl pozitívak. Ilyenek lehet a harag, a neheztelés, a fáradtság, fáradékonyság, szomorúság, fájdalom, ezeket az információkat bizony időnként onnan el kell távolítani valamilyen módon. Ennek a térkezelésnek, tértisztításnak rengetegféle eszköze van, megbízhatunk ezzel szakembereket is, viszont hagyományos eszközökkel is dolgozhatunk. Ilyenek lehetnek például az illóolajok párologtatása, például a citromolaj kiválóan alkalmas, a citromfű olaj, bocsánat, kiválóan alkalmas a terek tisztítására, vagy ilyenek lehetnek olyan ionizáló gömbök, vagy tárgyak, amik beionizálják a levegőt és a belső teret, vagy olyan energiakártyák, olyan beinformáló kártyák, amik ehhez segítségül lehetnek, illetve olyan szimbólumok, amik mind-mind segíthetnek ebben. Tehát ennek a belső térnek a milliójét, a hangulatát, a rezgését tudjuk módosítani például ilyen eszközökkel, egyéb más módok is léteznek, de minden esetre fontos, hogy foglalkozzunk vele rendszeresen.